Sár és traktorok barázdái. A focihoz cseppet sem megszokott és megfelelő körülmények várták a játékosokat Mosonmagyaróváron. A halasztás azonban csak a csapatoknál jött szóba, a játékvezető futballra alkalmasnak ítélte a játékteret. Talán a szélsőséges körülmények zavarhatták meg néha a játékosokat, de az biztos, komikus helyzet hozta meg a vezetést a Kisvárdának a 4. percben. Lukács passzolta a 16-oson kapura a labdát, ami ugyan célt tévesztett, de a mosonmagyaróvári védőknek hála, mégis a kapuban landolt a játékszer. A 26. percben egyenlített a hazai csapat, Bóner jól játszott át magát a védőkön, a labda Laki elé került, onnan pedig kapásból a hálóba. Egészen a 80. percig nem változott az eredmény, ekkor azonban megszületett a Kisvárda győztes találata. Misic szabadrugásból 18 méterről szépen helyezte a jobb felsőbe a labdát.